Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, Imre Hacker Andrea vagyok, és ez a nap híre, már az áprilisi hírfolyam kezdődik meg, és amit most elemezni fogok, az semmiképpen sem áprilisi tréfa, annak ellenére, hogy szinte már röhelyes, ami németeknél zajlik. De mielőtt belevágnék ebbe, szeretném továbbra is hirdetni, hogy pénteken, ami most nagy péntek lesz húsvét előtt, április 7-én 17 órakor a Híres Konferencia teremben Apokalipszis Most címmel egy rendezvényre fog sor kerülni, ahol Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője, és Arató Ádám, a hídgyülekezete kecskeméti lelkésze, beszélnek majd a geopolitikai, világpolitikai eseményekről a Biblia tükrében, és arról, hogy ennek az egésznek milyen húsvéti vetületei vannak, vagy egyáltalán kapcsolódhatnak-e ezek a húsvéthoz. Szóval mindenféleképpen érdemes lesz meglátogatni Kecskemétet pénteken, és a Híres Konferencia termet pedig a Kiskörösi út 5 szám alatt találják meg. Én is ott leszek, bár én most nem adok elő, de ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kulifai Máté például hogyan értelmezi azokat az eseményeket, amelyeket a világpolitika gyárt most a számunkra. És hát érdekes az is, akit érdekel ez a vetület is, hogy a Biblia vajon erről valamilyen módon foglal-e állást, vagy nem. Ugye akik tudják, hogy hívő vagyok, azok már nem lepődnek meg egy ilyen hirdetésen, akik meg nem tudják, azoknak meg szeretném ezúttal is elmondani, hogy a hívőség az én életemben az egy nagyon központi vonal, és ez nem egy felvett külső viselkedés, hanem egyszerűen az életemnek a fő árama, és emiatt engem például kifejezetten érdekel, hogy vajon szerepelnek-e ezek az események a Bibliában, meg hogy milyen irányt tud venni a világpolitika, meg a világtörténelem annak a vetületében, amit a Biblia erről ír, és szerintem nagyon is érdekes ezeket összevetni azzal, hogy hogyan bontakoznak ki az események a világpolitikai színpadon. Ugye volt egy komment is, amire szeretnék reflektálni, ugye valaki kérdezte, hogy mi a helyzet a német csatornával. Hát jelen pillanatban az a helyzet, hogy beleütközünk sorban a falakba, ugyanis a németek olyan szinten agymosott állapotban vannak a legnagyobb részük, hogy szinte egyáltalán nem, hát figyelmet sem nagyon kapnak ezek a videók, amiket az ember akár egészséges beszédekkel kitesz, vagy mondjuk kérdéseket vet fel, és elég rendesen úgy néz ki az én terveim szerint is, hogy kooperálni fogok másokkal, hogy egy kicsit nagyobb, szélesebb nyilvánosság elé kerülhessen a német csatornán is a véleményem. Egyébként pedig már most kapom a kommenteket, hogy nyilván ez nagyon jó, amit csinálunk, de ők egyébként ezt mind tudják, és nem kell ennyire aggódni miattuk, viszont én pontosan azt látom, hogy egyáltalán nem tudják, milyen irány, meg hogy hogyan fog ez kifutni, hova fog ez kifutni majd, ami történik jelen pillanatban Németországban. És pontosan ezért gondoltam, hogy a ma reggeli első hírem is az lesz, hogy Németországgal kapcsolatban két hírt fogok összekombinálni. Az egyik nyilván mindegyik bevándorló kérdéssel is foglalkozik, a másik meg kicsit azért a transznemű meg a Baerbocki feminista külpolitikával is kapcsolatban áll. Ugye meg lett hirdetve, hogy az LMBTQ lesz a fókuszban, természetesen ezt a németeknek is meg kellett hirdetni, miután az amerikaiak ezt így kijelentették, és Baerbock egy nagyon is vitatott nyilatkozatban elmondta, hogy feminista külpolitikát fog folytatni. Erről beszéltem már a német csatornán is, meg itt is, és most egyrészt úgy tűnik, hogy kezd megjelenni ennek az a fajta vetülete, amitől mindenki tartott, és az európai naivitás az sajnos itt is, vagy hát nem biztos, hogy ez naivitás, de ha nem naivitás, akkor meg a végtelen cinizmus jelenik meg ennek az egésznek már az afganisztáni eseményeiben. A Mandineren is megjelent erről egy cikk, de a Cicero, az egyik ilyen német oknyomozó csatorna szellőztette meg a hírt. Az afganisztáni programja a német külügyminisztériumnak az vajon hova fut ki, és hogy milyen problémák jelentkezhetnek ezzel kapcsolatban. Március elején a Cicero portál a pakisztáni német nagykövetséggel karöltve hozzájutott egy dokumentumhoz, ami egyértelműen bizonyítja, hogy teljes kudarc Annalena Baerbocknak ez a feminista külpolitikája, főleg azért, mert hogyha sikerrel jár az, amit most csinálnak, akkor pontosan
a német nők lesznek a leginkább a rossz oldalon, tehát ők fogják a legnagyobb kárt elszenvedni. Ugyanis azt írja a Cicero, a német nagykövet, jelzem, ez is egy politikus, tehát alapvetően úgy tűnik, hogy a német nagykövet jelen pillanatban az egyetlen, aki ennek a programnak az akadálya, hogy meg tudjon ez a program teljes egészében jelenni, vagy át tudjon menni. Tehát azt írja a Cicero, hogy ugye azok, akik jelentkeztek ebben a programban, hogy Németországba bevándorolnak, elvileg LMBTQ szakértők és olyan aktivisták, akik egyébként üldözést szenvednének el ezek miatt, a nézeteik miatt, és hát ugye lehet jelentkezni ezekre az Afganisztánból kimenekítő programokra, amit a németek úgy terveztek meg, hogy a családot is lehessen hozni, tehát hogyha van egy darab aktivista, akkor az hozhatja a teljes rokonságát is magával Németországba, mert ugye akik ilyen jogokat képviselnek az iszlámmal szemben, azok általában életveszélybe kerülnek egy muszlim országban, tehát mindenféleképpen az egész családot ki kell menekíteni, hogy ne tudják zsarolni ezeket az embereket. Na most azt írják itt, hogy 50%-a ennek a csoportnak a nagykövetség tapasztalatai alapján egyáltalán nem bíró vagy államügyész, aki klasszikus képzettséggel rendelkezik, hanem korán iskolát végzettek, akik saria képzést kaptak a vallási vagy vallásos jog, az iszlám jog, ez a saria, és ennek a szakértői, tehát lényegében nem rendes jogi képzettségük van, hanem saria iskolákat végeztek, és arra hívja fel a figyelmet a nagykövet. Ezzel azt fogják elősegíteni, hogyha hozzájárulnak ezeknek a saria tudósoknak a bevándorlásához, hogy a német jogrendnek az aláknázása fog megerősödni az iszlám körökben Németországban. Ugye ezt az egész kezdeményezést Annalena Baerbock és Nancy Faeser belügyminiszter kezdeményezte, akiről a német csatornán csináltam egy videót, mert ugye a késes támadások esetében meglepődött, hogy hogy élhetnek ilyen emberek Németországban, holott most ugye megjelent a 2022-es bűnügyi statisztika, ezt is a Die Welt megírta, azt hiszem egy-két nappal ezelőtt, hogy több mint 8000 késes támadás volt, 8160 késes támadás volt 2022-ben, szóval, hogyha a belügyminiszter ezzel nincsen képben, akkor az a belügyminiszter az sajnos nem alkalmas arra a posztra, amin ott van, és ezt hát most a németek teljes egészében látják, de nem tudnak mit tenni. És ugye pont ez a Nancy Faeser, aki elméletileg nem tudja feltételezni a bevándorlókról, hogy mindenféle rossz indulattal rendelkeznek a német befogadókkal szemben. Ez ugye beleállt ebbe a külügyminiszteri programba, amit Baerbock kezdeményezett. Minden hónapban legalább 1000 különösen veszélyeztetett afgánt kell kimenteni Afganisztánból és Pakisztánból, akiknek a családját is magukkal kell hozni, és legálisan hozzák őket Németországba, ami azt jelenti, hogy tartózkodási engedélyt fognak kapni, bizonyos esetekben állampolgárságot is kaphatnak, és ugye azt írják, hogy olyan személyekről van szó, akik az emberi jogok és a női jogok mellett kardoskodnak, és az ő tevékenységük miatt a jogban, a politikában, a médiában, a képzésben, a kultúrában, a sportban vagy a tudományban emiatt kirekesztést tapasztalnak, vagy pedig olyan afgánokat is be kell hozni, akik a nemük miatt, vagy a szexuális orientációjuk, vagy a nemi identitásuk miatt üldözést szenvednek el, és ezeknek védelemre van szükségük. Szóval az egész egy ilyen totális katyvasz, és megint ott tartunk, ahol egyébként szoktunk, hogy a németek nem ellenőrzik le, hogy vajon valaki tényleg az üldözést elszenvedi-e, hanem egyszerűen bemondásra előszedik őket, és például a Mandineren megjelent egy cikk erről, egy kicsit több információt tartalmaz ebben a kérdésben, amihez nincsenek források megjelölve, de ugye azt írja már a Mandiner, ha valaki bejelenti, hogy a gyermeke, vagy a fia, vagy a testvére szenvedést, vagy üldöztetést kell, hogy elszenvedjen, akkor a német hatóságok gyorsított eljárással állítják ki neki a vízumot, és ahogyha esetleg a nagykövet azt mondja, hogy hát nem igaz, amit mondanak a Németországban élő rokonok, akkor is gyorsított eljárásban állítják ki neki a vízumot.
Ezt egyébként teljes mértékben el lehet hinni. Én egyáltalán nem gondolom, hogy ez légből kapott vagy fals információ volna, ugyanis ezt évek óta, ha nem évtizedek óta észre lehet venni abban, ahogy a németek a bevándorlókat kezelik. És hát miután német állampolgárságot kap egy bevándorló, onnantól kezdve németnek számít, és az csak javítja a bűnügyi statisztikákat. Ugyanis most, hogyha megnézzük ezt a Welt cikket, ahol ugye megjelent ez csak a hivatalos bűnügyi statisztika, 2022-ben 1.921.553 bűncselekmény történt, amelyet külföldiek követtek el, és 612.000 volt, amelyik nem volt német, ebből az 1.900.000-ből, de ugye az van mellé téve itt a cikkben, hogy sajnos azok, amelyek már honosított személyek által történtek, azokat már nem veszik a külföldi statisztikába bele, hanem azok már németnek számítanak. Szóval nagyon érdekes, hogy hogyan manipulálják ezt az irdatlanul nagy számot, és ugye ez a 8100 késes támadás, ez borzasztóan ijesztő, mert ugye ezek sajnos olyan emberek ellen történnek, akik teljesen ártatlanok, tehát ezt rendszeresen lehet olvasni, hogy az a metróban dühött bevándorlók egyszerűen megkéselnek teljesen ártalmatlan, még szemkontaktus sem felvevő járókelőket, mert annyira dühösek valami miatt. De ugye azok az emberek, akik emiatt meghalnak, azok pontosan ennek a politikának az áldozatai, de erről nem lehet beszélni, hanem meg kell hamisítani, hogy ezek németek. Szóval mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon durva jobb tiprás, és megint azt látjuk, hogy teljesen ész nélkül történik, és olyan emberek is áldozatául fognak esni, mert azért, ha egy saria tudóst azért behozunk, mert attól félünk, hogy üldözést kell elszenvedjen Pakisztánban, és aztán ez a saria tudós majd beépül például Neuköllnbe, Berlinben, vagy bármelyik másik ilyen iszlamisták meg muzulmánok által lakott területre Németországban, akkor az egyre jobban meg fogja erősíteni ennek a közösségnek az elkülönülését, és pontosan nem azt fogják elérni vele, amit egyébként akarnak. És az, hogy miért erőltetik, arról meg aztán lehetne még tovább beszélni, ugyanis ez mind azért van, hogy egy népnek az egységét teljes egészében megtörjék, amellett, hogy terrorizálják az itt lakókat, mert ezek az emberek, ezek nem fognak beépülni a német társadalomban, nem fognak beilleszkedni, nem fognak dolgozni sem, vagy ha dolgoznak, akkor valószínűleg drogot fognak csempészni, mint ahogy az albán családok is csinálják, erről is van statisztika. Tehát ez mind-mind félremegy, és mégis azt látjuk, hogy ez a főáram, és újabb programok jönnek létre, amivel szerencsétlen németeknek csak egyre rosszabb lesz a helyzetük. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, és akkor holnap jövök újra a Nap hírével, remélhetőleg már ennél egy kicsit vidámabb sztorival. Legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.